Szombat óta nem kell maszkot hordanunk a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön, emellett védettségi igazolvány nélkül is bemehetünk mások mellett az éttermekbe, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekbe. Ezeken kívül is több más enyhítés lépett életbe a hétvégén, miután pénteken elértük az 5,5 millió beoltottat. Néhány korlátozás azonban továbbra is velünk maradt. Hogy mikor állhat vissza az életünk a normális kerékvágásba, arról egy múlt heti eseményen kérdeztük a kormány szóvivőt. Sikerült az oltásnak köszönhetően letörni a járványnak a harmadik hullámát, tehát ezek a számok, amik mostanában az elmúlt napokban láthatóak, ezek már azt mutatják, hogy gyakorlatilag most ráléptünk ennek a sárkánynak a fejére. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre a nyárral, hogyha ilyen szép eredmények vannak, akkor bízhatunk abban, hogy augusztus vége felé már gyakorlatilag a teljes szabadságunkat vissza tudjuk kapni. Így a nyár kellős közepén sokan terveznek utazást, akár külföldre is. A kormány már több mint egy tucat országgal kötött kétoldalú megállapodásokat, amelyek értelmében védettségi igazolvány nélkül lehet utazni ezekre a helyekre. Emellé jött be július 1-én az Európai Védettségi Dokumentum, másik nevén az Uniós Zöld Útlevéle vagy a Green Card, amellyel lényegében az egész Európai Unióban szabadon mozoghatunk. Ez szintén ilyen jogosultságokat tartalmaz majd, de ez egy kicsit más módszer alapján van, mint a mi védettségi igazolványunk, hiszen oltás is jogosíthat föl rá, jogosíthat egy negatív PCR-teszt rá, illetve jogosíthat rá az átesettség, tehát ha valaki már elkapta egy bizonyos időn belül a vírust. Tehát ez a kettő valószínűleg egymás mellett fog élni, a két oldalú megállapodások, meg ez a zöld útlevél, de összességében azokban az országokban, ahova tipikusan a magyar emberek utaznak, azokban a két oldalú megállapodások már jelenleg is élnek és élni is fognak. A kormány szóvivő hozzátette, erős hónapokat várnak a belföldi turizmustól, még a tavalyi rekordévet is túlszárnyalhatjuk. Ahogy a megyében úgy országszerte sok olyan szálláshely és strandfejlesztés történt az elmúlt másfél évben, amelyeknek most az utazások során érezhetjük az eredményét. A járvány előtt egyébként mintegy 400 ezer embernek adott munkát és megélhetést az országban az idegenforgalom, így központi prioritás az ágazat támogatása.